A Magyar Víziközmű Szövetségnek valamennyi hazai víziközmű szolgáltató tagja. A társaságok vezetői, képviselői minden évben kétszer értekeznek. Mostani konferenciájukat Nyíregyházán a Nyírségvíz házigazdai szerepkörével tartották meg. A cég vezérigazgatója kiemelte, 86 településen végeznek víziközmű szolgáltatást, fejlesztések idén is várhatóak. A közműpótlás felújítás az az üzemeltető feladata megtervezni, és amennyi bevételbe biztosított forrás azt arra fordítani, ez nálunk körülbelül 1 milliárd forint, amit a 86 településnek a közművei pótlására, felújítására tudunk fordítani. Természetesen egy hosszú távú terv alapján a prioritásokat figyelembe véve, hiszen ennél nagyon sokkal többet is lehetne és kellene ráfordítani a közművekre. Egyelőre ezek a lehetőségeink vannak. Ebben azért országosan nem állunk rosszul. A nyíregyházi értekezésen az is elhangzott, a rezsicsökkentés befagyasztotta a víziközmű szolgáltatási díjakat is, így évek óta nem változtak a fizetendő összegek, azonban ez több szolgáltatónak gondot okoz. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a díjak tartalmazzák a költségeket. Jelenleg ez sajnos nem így van. A jelenlegi szolgáltatási díjak bizonyos szolgáltatók esetében is nyilvánvalóan ez nem lehet mindenkire igaz, mind a 42 szolgáltatóra, aki Magyarországon szolgáltat, nem fedezik a költségeit, így aztán a társaságok veszteségesek. Ez a véleményünk szerint nem tartató időtlen időkig, tehát erre valamilyen megoldás szeretnénk, ami javaslunk nyilván az lenne, hogy valamilyen észszerű és normál mértékben ez a díj kövesse a költségek változását. Ez jelenleg nem így van. A konferencián a közműadóról is értekeztek a résztvevők, kiemelték, a szakma módosítaná a törvényt, hiszen akad olyan eset, ahol két szolgáltatónál 15-szörös különbség is lehet a fizetendő adómértékét illetően.